Üdvözlök mindenkit a Tulajapályán második évadában. Ez az új helyünk, a Zsámbéki Driving Camp. Viszont ha már itt vagyunk, csavarunk egy picit a formátumon is. Nagyon sokan mondtátok, hogy adhatnánk két éleskört a versenyzőknek. Úgyhogy ezentúl a gyakorlóköröket nem mutatjuk, viszont mindenki két éles menést kap, ami azért jó, mert a jobbik idejét veszük figyelembe. Viszont a bólya döntés ugyanúgy 5 másodperc büntetéssel jár. Tulajpályán második évada, ezúttal egy új, még trükkösebb pályával és egy kicsit kevesebb gyantával. Hogyha látni akarjátok a korábbi részeket, akkor iratkozzatok fel a csatornára és nyomjatok csengőt. Mai vendégünk Gyurján Gergő, akinek van egy Honda S2000-ese, de amikor megkérdezte, hogy az S2000-est hozza, vagy a Subaru Liberót, akkor nem gondolkodtunk, hogy a Liberót. Hogy kötöttél ki ennél? Azért ez nem egy mainstream autó. Hát ő véletlenszerűség hozta a családba igazából. Neked volt már Subarud, az egy VRX volt, ugye? Azért az egy visszalépés, előrelépés? Hát a személyek számát tekintve előrelépés, abszolút. Nyilván visszalépés. Itt inkább a családiasság, meg az aranyosság. Ez egy 1002-es sor 3. Így van. Hányan tudtok úgy beleülni, hogy még valami értékelhető menetdinamikát tud az autó? Nem tud értékelhető menetdinamikát ez az autó. Hatan bele lehet ülni egyébként kényelmesen. És mi a legnagyobb táv, amit vállalsz vele? Idén voltunk vele kempingezni a párommal, Makarszkán, tehát ez egy ilyen 1700 km. 1700 km? Igen, igen. Mi az utazója? Hát a 130-140-et azt tudja egyébként. 130-140? Csak vitorlás jogsi az. Vitor? Az nem árt. Mennyire bántja a szél? Ugye nagyon. Horvát tengerparton azért a szél ezt meglöki. Vigyázni kell vele, de ugye alul van a súly igazából, úgyhogy irányítható. Megvoltak a próbaköreid, és most már úgy van valami képed arról, hogy mit kell itt csinálni az autóval. Összkerék, kétkerék? Hát sok kétkerék lesz szerintem. Kétkerékben hagyod? Dinamikusabb. Igen, igen. Kisebb igen. A veszteség. Ahhoz jobban szoktam. És oké, ott az az S2000, valamiféle motorsport múlt esetleg? Hát pályautózás az nem nagyon, inkább ilyen tiroli kirándulások, ilyesmi, ami szimpatikusabb nekem. Jó van. Hát akkor mondhatjuk, hogy alapvetően nem zavar a kormány? Nem. Lesz vele munka itt azt ezen a pályán. Azt néztem, hogy többet forgat, mint a kerék. Brutális. Többet forgat, mint a kerék. Döbbenetes, hogy annyira pici a hely a lábtérben, ezt majd megmutatjuk, hogy a pedáloknak ilyen Z alakú konzolja igen. Van, hogy kellő távolságra legyenek egymástól, annyira össze van benne. Hát az ember rajta ül az első kerekeken igazából. Könnyű lesz a bójákat nézni, igen, mert biztos. Hogy mindig a bója fölött vagy, igen, előtt, igen. Nem tudom. Nézd, drukkolok, és akkor jöjjön az éleskör. Vágjunk bele. 3, 2, 1, rajt! Ami itt a mögöttem áll, az úgy tűnik, mint egy szerencsétlen kis busz, pedig valójában egy Porsche 911, ugyanis farmotoros és hátsó kerékhajtású most. Mert amúgy van egy kapcsoló a váltógombon, és mivel egy Subaru-ról beszélünk, ez akár összkerekes is lehet. Ami amúgy nem azért kell, mert annyira félelmetesen erős, itt ez egy 54 lóerős 1.2-es sor 3-as, és van hozzá egy 5 sebességes váltó.
Egyrészt azért hívtam el, mert nézzetek rá. Szívem szerint az ágyba vinném és ölelgetném, mint egy kis macit, mert olyan. Másrészt viszont mutatom a tengelytávot, az még az én spárgámmal is befogható. És a másik nagyon nagy előnye az autónak, hogyha itt belenéztek, a sofőr az már az irányítást azt az első keréken túlról intézi. Emiatt lenéz a bójákra, és sokkal könnyebb köré tekerni az autót, tehát még akár egy egész jó idő is összejöhet vele. Ugye tudjuk, hogy ezen a pályán nem a teljesítmény dominál, bár azért az 54 óra ez kicsit kevés is lehet, mindegy, lássuk, ez az autó egy unikum, igazán különleges, és nem is a teljesítmény miatt hívtuk el, nem is azért hívtuk el, hogy jó időt hozzon, hanem azért hívtuk el, mert egész egyszerűen nézzetek rá, nem lehet nem szeretni. Nem tudom elmondani, hogy mire emlékeztetett, amit láttunk, de nagyon durva volt. De hallod, amikor megérkeztél a szalalomra ilyen, nem tudom, nagyon elszúrtad, 60-70? Szerintem akkor körül nem volt időm. Igen, és elhúztad a kormányt, nem értettem, hogy nem borult fel, de nem borult fel. Nekem is ez 3 napja ezek a rémálmaim, hogy itt fel fogok borulni. Jól éreztük, hogy ott a szalalomon a vízen egy picit azért megúszott? Igen, egyébként lehet. Hát hátulhajt, hátulját, igen. Farmotoros kvázi. Bólyaérintés volt? Nem volt bólyaérintés. Elmondjam az időeredményedet? Figyelek. 1.26, 7.96. A quattro ment 10. A quattro ment 1.17-et, igen. Igen, hát figyelj. Ezt jól lenne utolérni. Veled van a tengelytáv és a súly, de az a baj, hogy ez most már tényleg annyira gyenge autó, igen, hogy lehet, igen, hogy ez egy picit már hátrány. Mi lesz a következő kör? Torkon rugod? Minden mindegy? Vagy most azért... jobban, nagyon-nagyon figyeltem, hogy ne borítsak bóját, most kevésbé fog figyelni. Ne a bóját, ne borítsd az autót. Jó. 3, 2, 1, rajt! Célvonali durva volt. Igen, de csak azért, mert beletette a testét. Hogy tetszett? Kívülről felfoghatatlan volt. Brutál dolgozós. Igen? Nagyon komoly, de nem gondoltam, hogy ezek a 155-ös téligumik ennyit fognak majd. 155-ös téligumi van rajta? Igen. Milyen átmérőben? 155-80-13. 13-szor. És egyenesen 2013-ból. Idén már vezettem olyan autón, amin a fék nagyobb. Ja, igen, elhiszem. Mondjuk ez sokkal szórakoztatóbb, mint az az autó. Nagyon jó volt egyébként, nem gondoltam, hogy még élvezni is fogom. Igen, kis úszkálás volt, megcsúszott? Minimális, de tényleg nem gondoltam volna, hogy ekkora tapadás lesz amúgy. A vizes aszfalton amúgy sokszor jobb egy picit kopott téli gumi, mint egy modern nyári. De figyelj, ettől függetlenül nagyon köszönöm, hogy eljöttél Győrből, fantasztikus volt látni. És akkor most elmondom az idődet. Ugye az volt a cél, hogy egy kicsit javíts. Ez sikerült. Mert 1.26.7.96-ról lejöttél 1.25.52.6-ra. Szuper. Több mint egy másodperc leugrott, és nem volt bólya. Nem volt bólya. Jó, mondjuk ilyen keskeny autóval ciki lenni bólyát burogatni. Hát meg, hogy így lenézel a bólyákra, tudod, igen, nem pipiskedsz, igen, hanem... Nagyon köszönöm, szuper, hogy elhoztam. Kíváncsi vagyok, hogy hol lesz ez a ranglistán. Hát most egyelőre az utolsó, a második évadban ugye új tabellát nyitottunk. De lehet, hogy egyszer szabadon foglak az S2000-re. Jó, jövök szívesen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, nyomlatok lájkot, csengőt. A Tulajapályán jövő héten egy igazán különleges adással jelentkezik.